Nagy Kálló kultikus épülete egykor megyeházaként működött, majd a pszichiátriai szakkórháznak adott otthont. A településen 120 éve végeznek pszichiátriai gyógyítást. Az érintettek nem csak kezeléseken, kreatív betegfoglalkoztatásokon is részt vehetnek. Ezeket a kiállított tárgyakat is a gyógyulók készítették. A szakkórház telephelyi orvosigazgató helyettese a Lelki Egészség Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen kiemelte, fontos az önismereten alapuló önelfogadás. Erdélyi Ágnes hozzátette, sokan küzdenek lelki, pszichés problémákkal. 520 ágyon dolgozunk itt a Nagykállói Kórházban, ezen évente egy olyan 10 000 eset fordul meg, és hát a gondozóban pedig sokkal nagyobb a betegszámunk. Nagyon sok mindenki fordul hozzánk a problémáival, és teljes skáláját lefedjük a lelki betegségnek, hiszen a szorongásos kórképektől a teljesen súlyos, széteső pszichotikus állapotokon át, a demenciába, tehát szellemi butulásba hanyatló súlyos állapotok is megfordulnak. Több mint 20 éve állítják a középpontba a lelki egészséget október 10-én a Világnap alkalmából tartott rendezvényen Tulner Gabriella klinikai szakpszichológus kiemelte, a test és a lélek egységet alkot, hozzátette, mint ismert, a stressz gyengíti az immunrendszert, így hamarabb megbetegszik a test is. Gondoljunk egy nagyon egyszerű dologra, vizsgaidőszak az egyetemen, főiskolán, bárhol, hogy például a felső légúti megbetegedéseknek a száma nő, miért? Mert nagyon magas ugye az embernek a stressz szintje ilyenkor. Ugye mit lehet tenni annak érdekében? Van néhány olyan alapmódszer, amit mindenki ismer, hogyha megkérdezzük, hogy ki teszi meg ezeket minden nap, akkor általában nem nagyon szoktunk jelentkezők ezeket látni. Ugye ilyen például a sport, ami tudjuk, hogy az egyik leghatékonyabb stresszoldó technika, a relaxációs technika, ami szintén nagyon jó hatékonysággal bír, a naplóvezetés. A statisztikák azt mutatják, a lelki problémákkal küzdők száma évről évre nő, ráadásul egyre több érintett gyermek. A teljesítménycentrikusság a kortársaknak és az otthoni elvárásoknak való megfelelés hozzájárul ahhoz, hogy minden negyedik, ötödik gyermek valamilyen pszichés problémával küzd.